Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, Urunk megjelenésének ünnepe vízkereszt van. A Szent Misénket mielőtt megkezdenénk, megáldom a vizet és az itt lévő sót. A bűnbánat jeleként fogjuk meghinteni magunkat a szentelt vízzel. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, alázatosan kérjük irgalmadat, áld meg és szenteld meg atyai jóságoddal ezt a sót, amelyet az emberiség használatára teremtettél, add, hogy mindazoknak, akik használják, testi-lelki üdvét szolgálja. Amire hintik, vagy amibe vegyítik, az tisztuljon meg a gonosz lélek minden ártó hatalmától és megrontó befolyásától, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, Te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat a vízből fakasztott számunkra. Hallgass meg könyörgésünket, árazd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat. Add, hogy ez teremtményed mennyei ajándékait szolgálatában üzd el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket, és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. A hívek házában vagy bármely helyen, akármit is érint vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése, ennek a víznek hintése által távozzék, és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy szent neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
Könyörögjünk! Istenünk, Te a mai napon a betlehemi csillagfényével vezetted a nemzeteket, s kinyilatkoztattad nekik egy szülöttedet. Add meg jóságosan, hogy szent színed látására jussunk az örök dicsőségben, miután a hitből már itt megismertünk téged, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás proféta könyvéből. Kelj föl és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzedeket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támad fényességhez. Hordozz körül tekintetedet, és lásd, mind egybe gyűlnek, és ide jönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, és leányaidat karon fogva hozzák. Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől, és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Mádián és Efa dromedáriai. Mind sávából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsőségét zengik. Ez az Isten igéje. Efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, amelyről korábban nem tudtak az emberek, de most a lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok és társörökösök tagjai az egy testnek és az evangélium által részesei a ígéreteknek. Ez az Isten igéje. És eljöttünk, hogy hódoljunk az Úr előtt.
Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor Herodes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme Lapkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe és tudakolták. Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát Lapkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Herodes király, és megrémült, s vele együtt egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a népírástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszoltak. A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta. Te Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled ül ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Herodes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felül, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám a csillag, amelyet Napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztus van, kedves testvérek! Napkeleti bölcsek elindultak a csillag után, hogy megkeressék azt a gyermeket, akit a csillag útmutatásaként meg kell, hogy találjanak. Nem csak megtalálni szeretnék, hanem kifejezni tiszteletüket, hódolatukat a gyermek előtt, mert ez a gyermek sokkal nagyobb, mint ami azt gondolnánk, vagy ők maguk is gondolták. Elérnek Jeruzsálembe, abban a szent városban, ahol gondolták, hogy majd megtalálják a gyermeket. Palotát kerestek, ahol a hódolatukat kifejezhetik, és az ajándékaikat eléje rakhatják. A városban pedig nem tudtak róla semmit. Azt írja az evangéliumban Szent Máté evangélista, hogy nagy volt az űrzavar. Nem csak Herodes palotájában, hanem az egész városban. Milyen gyermekről beszélnek? Milyen gyermeknek kell megszületnie? Milyen uralkodóról tesznek tanúságot? Kedves testvéreim, az űrzavar után jön az emberi nyomorúság, amely Herodes király lelkében tornyosul. Herodes, aki nem hódolni akar, hanem már egészen máshol jár a gondolata, magához hivatja a főpapokat, írástudókat, hogy mondják meg most, miről is beszélnek ezek a királyok, ezek a bölcsek, kit is keresnek ők? És szépen elmondják az írások alapján, hogy Betlehemben valóban meg kell születni a gyermeknek. Abban a kicsi városban, ami nagyon jelentéktelen, amit már nem is tartanak számon igazából az emberek. Ilyen helyen kell születni annak az embernek, akinek csillag mutatja a születését és az útját.
Kedves testvérek, amikor a három király eltávozik Heródestől, akkor igazából folytatják útjukat, folytatják azt a keresést, de már biztosabb léptekkel, hogy végre megtalálhassák azt a gyermeket. De van egy álom, mint ami József életében is ott volt. Egy álom, amely majd utat mutat számukra, hogy nem szabad visszatérni Jeruzsálemben, mert ez az ember, aki azt mondta, hogy maga is hódolni akar, nem hódolni akar, hanem az életét szeretné elvenni. Mert kicsinyes, féltékeny, önző, tele van irigységgel, lehetne sorolni, mi minden van Heródesben, és ő csak egyetlen egyre koncentrál, ami körülötte van, abban a városban, abban az országban, nem lát tovább, és ő nem az írások alapján akarja látni a gyermeket, hanem a maga nyomorúságában. És ezért ez az ember mindenre képes. Mindent elpusztítani annak érdekében, hogy a hatalmát képes legyen megőrizni. Nagyon sokszor szembe találjuk magunkat a saját életünkben, vagy a történelem lapjain, hogy valaki azt meg akarja menteni, vagy menteni akarja a hatalmát, akkor képes arra, hogy mások életét elpusztítsa. Heródes meg is teszi. Nem felnőttek körében keresi, hanem kicsi ártatlan gyermekeknek az életét fogja elvenni. Csak hogy megtalálja azt a gyermeket, aki az ő királyságára törhet. Pedig ha látná, hogy hol született, és milyen házban találják majd meg a három királyok, akkor bizonyára elszégyelte volna magát. Ő nem a földi királyságot akarja, hanem égi királyságot akar adni azoknak, akik a szívüket kinyitják, mint a három ház, három királyok. Akik kitárták pogánságuk ellenére szívüket, lelküket, az életüket, hogy megtalálják végre azt a gyermeket. És amikor megtalálják, akkor legnagyobb alázattal és hódolattal kifejezik legnagyobb és legmélyebb tiszteletüket, amelyet saját népe nem tett meg. De ők megtették. Már a mi nevünkben is, mielőttünk is ott jártak, és példát mutattak nekünk abban, hogy mi is el tudjunk menni, és mi is ki tudjuk fejezni a tiszteletünket és a hódolatunkat. Amen. Hiszek egy Istenben, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test utámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim a mi Urunkat, hogy vezessen minden néped az igaz hit világosságára. Dicsőséges megjelenésed, ébreszten hitet az egész világon. Kérjük téged, hallgass meg minket. Világosságodra találjanak rá azok is, akik még nem ismernek téged. Kérünk téged, hallgass meg minket. Isteni tanításod vezess el a népeket és vezetőiket az igaz egyetértésre. A hit aranyával, az imádság tömjén füstjével és az áldozatos szeretet mirhájával hódoljon előtted szent néped. Boldogságot fényét sugározd be otthonainkba.
mennyei atyánk, te elküldted fiadat, hogy általa üdvözüljön a világ. Add, hogy mindenütt felragyogjon az igaz hit világossága, és egyházad minden népet egybegyűjtsön, el nem múló országodba, Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, tekints jóságosan egyházad adományait, már nem aranyat, tömjént és mirhát hozunk elé, hanem magát, Jézus Krisztust, akit ezekben az adományokban vallunk, föláldozunk és magunkhoz veszünk, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, te Krisztusban ma kinyilatkoztattad a nemzeteknek üdvösségünk titkát, hogy világosság áradjon rájuk, és amikor fiat halandó testünkben megjelent, halhatatlanságának fényében újjálkodtál minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szelleme, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt víg nélkül énekeljük. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyán, fiat a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk föl neked, tarts meg békében, őrizd meg egységben,
és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, László főpásztorunkkal, s mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akinek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, s hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, amelyet egy szülött fia, isteni dicsőséged örök részese, mint valóságos ember, látható testben megjelent, a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk, mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus anyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaitról, Linus, Klétus, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogónosz, János és Pál, Kozma és Damján vértanúitról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelőbe ezt az áldozati adományt, tőlünk szolgáitól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, s védj föl választottaid körében. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá, és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért Istenünk mi a te szolgáid, és a te szent néped fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek,
ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kenyerét. Nézz kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színelni, hogy mi, akik erről az oltáról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, s a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a Te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak. Akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnéssel, Cecíliával, Anasztáziával és minden szenteddel. S kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból mégis bocsáss meg minket szentjeid körében. Istenünk, Te mindezeket a javakat, mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten ember élet, hogy mi Isten gyermekei lessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyán, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttél. Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus béke fejedelme, ne vétkeinket nézed, hanem egy házad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
Az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy ajándékokkal hódoljunk az Úrnak. Könyörögjünk, kérünk Istenünk, járj előttünk mindig és mindenütt mennyei fényességettel, hogy tiszta lélekkel szemléljük a szent titkokat, amelynek részesévé tettél. S tiszta szívvel fogadjuk magunkba, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.